Várhatóan már jövő szeptemberre elkészül a Tisza túrtározó kiépítése. A beruházással jelentősen mérséklődnek majd a Felső-Tiszavidék árvízvédelmi veszélyei. Erről is szó lesz a 35 perc mai adásában, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Jó estét kívánok! Rekordberuházás. Dél-koreai cég épít üzemet Nyíregyházán. Honvédségi táborok. Vaján és újfehér tun kapcsolódhatnak ki a gyermekek. Árvízvédelem. Jó ütemben halad a Tisza túrtározó kiépítése. Az év eddigi legnagyobb beruházása érkezik Nyíregyházára, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A dél-koreai W-Scope elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát gyárt majd új üzemében, amelyet a megyeszékhely déli ipari parkjában építenek fel. A távol-keleti cégnek ez lesz az első gyára Európában, amivel 1200 új munkahelyet hoz létre. Ez az egyik része annak a 427 hektáros területnek, amellyel Nyíregyháza önkormányzata nemrégiben kibővítette a Debreceni úti déli ipari parkot. Hamarosan komoly építkezések kezdődnek itt meg, a dél-koreai W-Scope hozza létre első európai üzemét. A vállalat elektromos autók akkumulátorához szükséges eszközöket gyárt majd. A megállapodást Budapesten a külgazdasági és külügyminisztériumban jelentették be. Sok országot megvizsgáltunk abban a tekintetben, hogy hol érdemes beruháznunk. Hamar meggyőződtünk arról, hogy Magyarország infrastruktúrális és gazdasági környezete a legjobb választás számunkra. Kapacitásunk rekordot jelentő, évi 1,2 milliárd négyzetméternyi innovatív szeparátorfilm legyártását teszi lehetővé. 2023-tól szeretnénk biztos beszállítói lenni partnereinknek. Vinai Győző országgyűlési képviselő szerint az elmúlt évtized gazdasági növekedésének köszönhető, hogy a dél-koreai cég Nyíregyházát választotta. A politikus azt mondta, elsősorban a térség fejlődése és a szakképzett munkaerők száma csábította ide a vállalatot. Egy jövőben mutató beruházásról van szó, elektromos akkumulátorokhoz készítenek szeparátorfilmet a koreaiak, és a koreaiak jól döntöttek, amikor Nyíregyházát választották, hiszen a kormány segítségével Nyíregyháza kialakította déli ipari park mellett egy új területet, oda jönnek, Nyíregyháza a gazdaságfejlesztése töretlen, a háttérinfrastruktúra, mind a közlekedési infrastruktúra, mind a logisztikai infrastruktúra és az oktatás, a szakképzés is nagyon magas színvonalú, úgyhogy a koreaiak döntésében ez bizonyára szerepet játszott. Szeretném megemlíteni, hogy a szakképzett munkaerő biztosítása az számunkra nagyon fontos, hogy meglegyen itt a mérnöki gárda a megfelelő szakképzettség. Mintegy 1200 ember fog dolgozni ebben a gyárban a beüzemelés után és a felfutás után, úgyhogy számunkra ez egy óriási gazdasági lehetőség. Parlamenti képviselőként, de talán a városvezetés nevében is mondhatom, hogy jó kapcsolatokat szeretnénk kialakítani a koreai W-Scope cégcsoporttal, és ez a cégcsoport gyakorlatilag Nyíregyházát választotta, bölcsen döntött. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a dél-koreai vállalat az első partnere a városnak, amely a kibővített déli ipari parkot választotta. Az önkormányzat hosszú távon megbízható partnert lát a beruházóban. Ez rendkívüli jelentőségű Nyíregyháza számára. 2019-ben indítottunk a mostani önkormányzati ciklus elején egy nagy fejlesztési programot, ami arra irányult, hogy világszínvonalú komoly befektetéseket és ilyen színvonalú munkahelyt teremtő beruházásokat hozzunk a városunkba. Ennek keretében a 127 hektáros déli Debrecen út mellett ipari parkhoz vásároltunk 427 hektár területet, és ebből most gyakorlatilag megérkezett az első nagybefektető, és több mint 82 hektárt meg is vásárolt, és teljesültek a terveink, a vágyaink, hiszen ténylegesen egy világcég, világszínvonalon működő cég, egy olyan iparágban, ami nagyon-nagyon felfutó pályán van, és hát ez 1200 munkahely teremtéssel jár majd két ütemben a következő 5-6 évben, és hát a beruházás érték 290 milliárd forint elhangzott. Ez én azt gondolom nem csak Nyíregyházának, az egész megyének, térségnek is
nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó hír, és még azt tudom hozzátenni, hogy a Debuscope vezetőjével, mert az első találkozásunkkor egy rendkívül jó kooperatív kapcsolat jött létre, és ez végig fenn is maradt, és én biztos vagyok benne, hogy ugye a döntés megszületett, a bejelentés megtörtént, de kezdődik majd az építkezés, és majd ebben a szakaszban is nagyon fontos, hogy együttműködésük, és azt követően is, amikor a gyár majd működni kezd. Arról beszéltünk a Kóurral, hogy mindent megteszünk, a cég otthon érezze magát Nyíregyházán, és ők pedig érezzék azt, hogy itthon vannak. Az autóipar már a magyar gazdaság egyik legfontosabb gerincoszlopát jelenti. Erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Számokkal alátámasztva mindez azt jelenti, hogy mi 2010-ben 3600 milliárd forint volt a szektor termelési értéke, 2021-ben ez 9400 milliárd forintra emelkedett. A tárca vezető hangsúlyozta, a dél-koreai cég 290 milliárd forintot investál az új üzem felépítésére. Ezzel ez az eddigi legnagyobb beruházás az idei évben Magyarországon. 2,5 hete volt az, hogy az elmúlt 12 év legnagyobb magyarországi beruházásának az alapkövét tettük le, nem olyan messze Nyíregyházától. A Debrecenben a BMW gyár kivitelezési munkálatai kezdődtek meg. Néhány hónappal korábban az ország nyugati felében egy elektromos akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliákat gyártó másik, ez esetben egy japán vállalat beruházását indítottuk el, amely eddig a legnagyobb beruházás volt az idei esztendőben Magyarországon. Ma pedig azért jöttünk össze, hogy ezt a rekordot megdöntsük, és bejelentsük az idei esztendő eddigi legnagyobb beruházását itt hazánkban. Mi a közös ebben a három beruházásban? Az, hogy mindhárom az autóiparban jön létre, ráadásul mindhárom az autóipar elektromos meghajtásra történő átállása miatt jön létre, és a három beruházásból kettő tőlünk keletre alapítatott, és keletről érkezik ide Magyarországra. Az autóipar a magyar gazdaságnak ma már minden kétséget kizáróan a gerincoszlopa. Az autóipar az elmúlt 12 esztendőben hatalmas fejlődésen ment keresztül Magyarországon, és ez nem csak egy politikai állítás, hanem ezt számokkal is alá tudjuk támasztani, hiszen 2010-ben Magyarországon az autóipar termelési értéke 3600 milliárd forint volt, a tavalyi esztendőben pedig 9400 milliárd. És hogy a lendület nem kopott meg, azt mutatja az a tény, hogy az idei év első négy hónapjában 3500 milliárd forintos termelési értéket tudtunk felmutatni, ami a valaha mért legnagyobb első négy havi adat a magyar járműipar történetében. Magyarországon tehát a járműipar, az autóipar különösen erős alapokkal rendelkezik, és ez most a jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hiszen az autóipar egy forradalmi megújulás időszakát éli. Teljesen átalakul az iparág, a hagyományos meghajtások helyét lassan átveszi az elektromobilitás, és az elektromos autóké lesz a jövő. Ezért, hogyha ez gazdaságpolitikai nyelvezetre és gazdaságpolitikai célkitűzésekre fordítom le, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy aki az elektromos autóipari beruházásokat megnyeri, az a jövőt nyeri meg, és a jövőbeli gazdasági növekedés alapjait tudja letenni. Az elektromos hajtásláncok dominanciája következik tehát az autóiparban. Világos a cél és a feladat a gyártó vállalatok előtt. Nagy teljesítményű, hosszú távú futást lehetővé tevő akkumulátorokat kell gyártani. És az is látszik, hogy nem csak a cél és a feladat világos az autóipar megújulása során, hanem az is, hogy a globális autóipari forradalomnak a tempóját diktáló nagy nemzetközi vállalatok egyik kedvenc beruházási helyszíne Magyarország. Ami azért nagyon fontos,
mert az autóipar 28-29%-ot képvisel a magyar feldolgozóipari kibocsátásban, és hogyha nem tudnánk átállni az autóipar új korszakára, akkor az elvenné tőlünk a növekedés lehetőségét a jövőre. Na most szerencsére ez nincs így. Az európai autóipari átállás egyik zászlós hajója vagyunk, amit mutat az a tény is, hogy az elektromos akkumulátorgyártásban és az elektromos akkumulátorok exportjában is nagy hatalommá váltunk. Ez egy akkora ország részéről, mint Magyarország, talán túlzottan ambiciózus kijelentésnek tekinthető, de megint vannak számok, amiket segítségül tudok hívni állításom alátámasztása érdekében. Mára Magyarország a világ harmadik legnagyobb elektromos akkumulátor gyártó kapacitásával rendelkezik. A sorrend úgy néz ki, hogy első Kína, második az Egyesült Államok, harmadik Magyarország. Bármilyen összevetésben el tudjuk fogadni ezt a sorrendet. Ugye három esztendő leforgása alatt háromszorosára növeljük még innentől kezdve is az akkumulátorgyártási kapacitást Magyarországon. Jelenleg 50 gigawattóra ez a kapacitás, 2025-re ez 150 gigawatt órára nő, tehát három év alatt megháromszorozzuk az elektromos akkumulátorgyártási kapacitást itt Magyarországon, ami biztosítja számunkra, hogy a jelenlegi előkelő pozíciónkat a világranglistán meg tudjuk tartani. A WScope az első európai üzemét Nyíregyházán hozza létre, és ebben az üzemben az elektromos akkumulátorokhoz szükséges fontos eszközt, mégpedig szeparátorfilmet fognak gyártani. Ez a beruházás 1200 új munkahelyet jelent Nyíregyházának és a térségnek, és a beruházás értéke 290 milliárd forint. Ezt szeretném megismételni, tehát a beruházás értéke 290 milliárd forint. Ez az idei esztendő eddigi legnagyobb beruházása, amit itt Magyarországon be tudunk jelenteni. Ebben a gyárban évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak gyártani. Megtiszteltetés számunkra, hogy ez a beruházás itt jön létre, mint mondtam, több ország szerette volna ezt a beruházást magához édesgetni, és nyilvánvalóan fontos szerepe volt a WScope döntésében annak, hogy a koreai vállalatok immár a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják itt Magyarországon, hiszen az SK Innovation és a Samsung SDI, amelyek a világ legnagyobb elektromos akkumulátorgyárai közé tartoznak, hatalmas gyárakat működtetnek és építenek jelenleg is Magyarországon. Ezek a vállalatok fontos partnerei a WScope-nak. Örülünk annak, hogy bebizonyosodott, hogy ebben az iparágban egy-egy beruházás újabb és újabb beruházásokat vonz. Ez a mai bejelentés nyilvánvalóan egy újabb fontos mérföldkő a magyar-koreai kapcsolatok fejlesztése terén is. Ebből a kapcsolatrendszerből mi magyarok nagyon sokat profitálunk, hiszen a legújabb technológiai színvonalat felvonultató modern beruházások érkeznek hazánkba. És az a tény, hogy a beruházások ilyen mértékben érkeznek Koreából, az hatalmas kereskedelmi forgalmi rekordokat is indukált. A tavalyi esztendőben 9%-os növekedést követően a gazdaság történetünk során először közelítette meg az 5 milliárd dollárt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, és itt sincs leállás, mert eddig idén 26%-os növekedést tudtunk felmutatni. Vaján és Újfehértón szervez nyári táborozást idén a Magyar Honvédség 2. Vitéz-Vattai Antal területvédelmi ezred. Összesen 4 napos turnusban várják a gyermekeket, akik színes programokon keresztül ismerhetik meg a honvédelem alapjait. A részletekről Cservenyák József százados számol be. Jó estét kívánok! Köszön. Jó estét kívánok! Mióta és milyen céllal szervezik ezeket a táborokat? Ez mi 4 éve rendezzük ezeket. Én itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 5-ös Farkas Zsura területvédelmi zászlóhajnál vagyok, és mi 4 éve kezdtük el a honvédelmi táborokat szervezni. Vaján? Először Beregsurányban, aztán Vaján. 2019-ben ugye volt egy kimaradás, és 2020-ban Vaján volt az első vajai tábor, és most 2022-ben van a második vajai tábor. És még majd egy Újfehértó is, de erről is majd beszélünk. Igen. Milyen népszerűek ezek a táborok? Mennyire szeretik ezt a gyerekek egyáltalán? Milyen korosztályban gondolkodnak? Arról van visszajelzés, hogy nagyon szeretik, mert hamar betelnek a helyek.
vannak visszajáró vendégeink. Két turnusban valósul meg mind a Vajai, mind az Újfehértói tábor. Az első turnusban 12-15 éves korosztály, a második turnusban pedig 15-18 éves korosztály vesz részt. Gondolom, egy picit más a program igazodva az életkorhoz. Igen, a tematika az ugyanaz, de pici változtatások, nehezítések vannak az idősebb korosztálynak. Milyen programokat szerveznek nekik? Vaján mi lovastábornak hívjuk, fő tematikája a lovaglás. Az minden délelőtt 8-tól délig lovaglás van nekik betervezve, délután pedig a honvédséghez köthető foglalkozások. Ezek alaki foglalkozások, megismerkednek az airsoft fegyverekkel, azzal tudnak lövöldözni, akadálypályán versenyezhetnek, de rendhagyó történelmi órát múzeum által is látogathatnak, múzeumot is látogathatnak, csapatzászlót készítenek, makettokat készítenek, tehát azért elég széles körű, nem csak a honvédséghez, hanem kézügyességet is tudnak fejleszteni, de ami a legfontosabb, hogy a rendet, a szabályokat és a napi rendet azt tudjuk tartani. Ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire katonás ez a tábor? Szeretnénk betartani mind a napi rendet, mind a fegyelmet. Természetesen ez gyerekeknek szól. Nem katonákat képzünk, ezek gyerektáborok. Mind olyan program, ami gyerekeknek lett kitalálva. Ugyanakkor egyáltalán nem baj, hogyha egy kis fegyelmet és önfegyelmet tanulnak. Mi az, amit a legnehezebb nekik betartani ezekből a szabályokból? A koránkelés az mindenképp, ugye nálunk minden táborban minden nap reggel 6-kor ébresztő van, aztán egy reggeli testneveléssel, tisztálkodással kezdődik, és utána jön majd a reggeli, illetve majd a programok. És a rendtartás? A rendtartással igazából nincsen baj, mert hogy ezek bentlakásos táborok, tehát a szobát azért rendben kell, hogy körletnek hívják. Hát körletnek, igen, nyilván szobákban vannak elszállásolva. Vaján van minden nap, azért megnézzük őket, hogy milyen a körletrend. Azért második, harmadik napra már flottul szokott menni, hogy ott be is tartják a körletet, mert mindenhol értékeljük őket, díjazva lesznek, és komoly pontokat vonunk le, hogyha nincsenek a körletben rend vagy tisztaság. Mennyire használhatóak a mobiltelefonok és egyéb eszközök? Szeretnénk teljes mértékben kivonni. Nyilván így 2022-ben egyre nehezebb a diákoktól, gyerekektől ezt megvonni. Reggel, illetve este kapnak egy fél óra órát, amikor használhatják, hazaszólhatnak, hogy minden rendben van, ez meg ez történt ma, de reggel 6-tól este 9:30-ig takarodóig folyamatosan program van nekik, foglalkoztatva vannak, oda vagyunk rájuk figyelve. És végig ugye program van, le vannak kötve, és hál' Istennek nem is nagyon szokták keresni a telefont, és akkor nem is lehet. Milyen visszajelzéseket kapnak? Nagyon jókat. Ugye már azt említettem, hogy van több olyan gyerek, aki visszajár hozzánk, illetve azt, hogy otthon is kaptunk olyan visszajelzést, hogy otthon következő héten, amikor a szülő felhívott minket, hogy a gyerek nagyon élvezte a tábort, és rend van a szobában, tehát kicsit azért próbáljuk őket arra nevelni, hogy szeressék a rendet és a fegyelmet. Újdonság, hogy Újfehértón is lesz most az idén tábor, erre viszont egy új sportlétesítmény adott lehetőséget. Igen, a Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Sportszövetség között van egy együttműködési megállapodás, ami keretében mi használhatjuk a Honvédelmi Sportszövetséget, a Sportszövetség által fenntartott Honvédelmi Sportközpontot Újfehértón. Ugye ez Magyarországon az elsőként megnyitott honvédelmi sportközpont. És ennek apropóján
terveztünk oda tábort, nagyon szívesen fogadták, nagyon segítőkészek, jó kapcsolatot ápolunk a sportszövetséggel. Ez viszont sátortábor lesz. Ez viszont sátortábor lesz. Itt ez inkább a sportról szól, főként judó edzéseket fognak kapni a gyerekek, illetve lövész edzéseket, illetve kipróbálhatják itt a gyerekeknek szánt fegyvereket, tehát airsoftot, lézertekes pályán is tudnak majd harcolni, légpuskát kipróbálhatják, a nagyobb korosztály pedig már paintballt is ki tudja majd használni, illetve a egyik napon fognak majd a nagyszálláson lévő airsoft pályára is kimenni, és ott tudnak majd airsoftozni és paintballozni a nagyok. Mennyire tud összedolgozni a táborprogram és a kadétprogram? Több iskolában működik ez a honvédelmi kadétprogram. Igen, a kadétprogram igazából mind a kettő a honvédelmi nevelés tárgykör alá tartozik. A honvédelmi nevelést azt két részre tudnám osztani. Az egyik, ami közérdekű, és mindenki számára érthető, látható, részt vehető rajta. A másik pedig egy emelt szintebb honvédelmi nevelés. Itt is el kell, hogy mondjam, hogy egyik sem gyerekkatonákat képező szint. Minden választható, semmilyen kötöttséggel nem jár egyik sem. A honvédelmi nevelés azon része, ami a civilek által is látható, akár a honvédelmi tábor, egy-egy laktanyai nyílt nap, egy kiállítás, a másik pedig a honvédkadét program. Ha esetleg a diákoknak, gyerekeknek megtetszik a honvédelmi tábor, és szeretnének ezzel úgymond kicsit jobban beleásni magukat, akkor jelentkezhetnek olyan iskolákba, ahol amik részese a honvédkadét programnak. És ez több szintből áll. Az első szint az egy ilyen köznevelési szint, vagy közérdekű szint, ahol szakkörként, vagy esetleg választható tantárgyként jelenik meg. A második szinten már technikumként ott logisztikai, illetve autószerelő szakmák által pluszban beadott tantárgyakat kapnak, és a legmagasabb szint pedig a Honvéd kollégium, illetve a honvédelmi szakközépiskola vagy gimnázium. Minden esetre azt gondolom, hogy nem csak azoknak érdemes ezzel foglalkozni, akiknek komoly terveik vannak, hiszen nagyon sok praktikus tudáshoz hozzájutnak a gyerekek egy ilyen program keretében. Igen, mind a Honvéd Kadét programban, az iskolákban, mind a honvédelmi táborban szeretnénk olyan programokat szervezni és megtanítani a diákoknak, amikkel később akár egy-egy élethelyzetben hasznosnak bizonyulhat. Akár ez egy sátorépítés, egy tűzgyújtás, hogyan érdemes meggyújtani egy tüzet, vagy hogyan érdemes kialakítani, víztisztítás, és hasonló ilyen túlélő csomagot kínálunk mi nekik, amit később is tudnak hasznosítani. Most sem lehet tudni, hogy mikor veszi használ. Igen. Százados úr, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Jó ütemben halad a Tisza túrtározó kiépítése, a tervek szerint jövő szeptember végén teljesen befejeződnek a munkálatok. A közel 36 milliárd forintos komplex projekt célja elsősorban az árvízvédelmi biztonság megteremtése. Emellett azonban vízkár elhárítási és vízgazdálkodási funkciót is betöltenek a létesítmények. Stábunk Tisza Kóródon járt. Folyamatosan dolgozik a markológép a Túr folyó kanyarulatánál Tiszakórót határában. A Tisza túrtározó leeresztő műtárgya épül, amely komplex árvízvédelmi rendszer része a Felső Tiszán. A munkálatok a tervek szerint szeptember közepén befejeződnek, legalábbis ezen a szakaszon. Ez a tározó terület egy 16 négyzetkilométeren elhúzódó területrész, amely a Tisza árapasztására fog szolgálni.
5 települést érint, tehát Tiszabecs, Tiszakóród, Tiszacsécse, Milota és Sonkád települések közigazgatási területeit. Ebből megépült Tiszabecs-Milota között egy beeresztőműtárgy, amely közel 1000 köbméter per másodperces beeresztőkapacitással valósult meg, illetve a második legnagyobb műtárgya meg a jelent építési terület, ahol 50 köbméter per szekundum a vízáteresztési kapacitás. Maga a rendszernek a különlegességét az adja, hogy nem csak az árvíztömeget fogja tudni kezelni, hanem egy nagyon komoly vízgazdálkodási fejlesztés is, tehát az aszály kezelésére is alkalmas. Ennek keretében egy tiszai szivattyútelep épült közvetlen Tiszabecs mellett, amely már teljesen elkészült. Ennek az energiaellátását egy napelempart fogja biztosítani, tehát figyeltünk arra, hogy ez egy fenntartható rendszer legyen. Egyelőre még itt az üzembehelyezés nem történt meg, de napokon belül bízunk benne, hogy ez is sorra fog kerülni. A közel 36 milliárd forintos beruházás kidolgozását és létrehozását több tényező is indokolta az elmúlt évtizedekben. Itt most az ország szerintem árvizeszi szempontjából a legjelentősebb részén helyezkedünk el. Nagyon fontos volt, ezt a 2001-es árvíz is megmutatja. Tehát ezt az adja, hogy nagyon rövid az időelőny, tehát a felkészülése, tehát mindenképpen kiépített rendszerekre van szükségünk. Ennek keretében 19-ben pont itt a térségben megvalósult 22 km árvízvédelmi töltésfejlesztés, de azt látjuk, hogy azért ezt komplexen kell kezelni. Tehát nem elegendő a töltéseket a végtelenségig magasítani, szükséges, hogy olyan rendszerelemeket építsünk be a védvonalba, mint ez az árapasztó tározó, amely akkor lép életben, hogyha az árvízvédelmi töltést, terhelését egy nagyobb igénybevétel venné sorra, és akkor lehetőségünk van az árapasztásra. Ilyen rendszer épült a Bereg térségében, a Beregi árapasztóval, illetve a Szamos-Krasznak közé tározó megépülésével is, úgyhogy ha ezeket a tározókat rendszerbe kapcsoljuk, akkor a teljes magyarországi felső-tiszai szakaszon átlagosan 50 cm-es vízszintcsökkentést tudunk elérni. Nagyon jó lett volna, hogy ez már 2001-ben is ez a lehetőség rendelkezésünkre áll. Az Országos Vízjelző Szolgálatnál az év minden napján reggel készül előrejelzés a Duna, a Tisza és a Dráva folyók, valamint azok mellék folyói következő 6 napban várható vízjárására. Árvizes időszakban akár naponta többször is lehetőség van az előrejelzés készítésére, javítva annak pontosságát és megbízhatóságát a frissen beérkezett észlelt adatokkal, meteorológiai előrejelzésekkel. Bár egy-egy ilyen prognózis alig egy hétre vonatkozik, a vízügyi szakértő szerint várható, hogy lesznek még a 2001-eshez hasonló nagyobb árvizek. Mindenképpen számíthatunk rá. Az látható, hogy itt a 2001-est követően jelentősebb árvizünk volt, csak azon múlott, hogy mondjuk az a csapadék tevékenység lehűléssel párosult, és nem eső, hanem hóformájába ért bennünket. De például 2013-ban a Duna mentén is legnagyobb vízszinteket döntött a Duna folyó, tehát mindenképpen arra készülünk, és hozzáteszem, hogy a vízgyűjtő területet figyelembe véve kedvezőtlenebb a helyzet, mint 2001-ben, mert ott olyan töltésfejlesztések valósultak meg ukrán területeken, amely a magyarországi árvízvédelmi rendszereket kedvezőtlenebbül érinti. Tehát gondolok arra, hogy olyan rendszerek épültek, illetve töltéseztek be területeket, ahol az árvíztömeg jelentkezett 2001-ben ukrán oldalon, és hogyha a helyreállított árhullámképpel ezt modellezték a kollégák, kimutatható, hogy egy 2001-es árvízszint, ez egy méterrel magasabban vonult volna le a jelenlegi helyzetben. Tehát ezért is volt szükség, hogy felül kellett vizsgálni a mértékadó árvízszintet, és a folyamatban lévő, illetve elkészült fejlesztéseket minél hamarabb be kell fejeznünk. Ugye az már többször elhangzott, hogy ez egy komplex fejlesztési rendszer itt a keleti régióban, ez egyébként országos, vagy akár nemzetközi szinten mennyire egyedi? Hát én úgy gondolom, hogy középerő szinten a legjelentősebb vízgazdálkodási beruházás, és én hiszem azt, hogy ez egy mintaprojekt lehet, hiszen ez az első olyan árapasztó tározó, ami komplexen kezel a vízgazdálkodást. Tehát említettem már, hogy nem csak a víztöbletet, hanem a vízhiányos állapotokat is fogja megoldani, és úgy gondolom, hogy a napjainkat leginkább foglalkoztató klímaváltozásnak a megfelelő megoldására nyújt egy hatalmas lehetőséget. A közel 36 milliárd forintos beruházás része a térségben egy 150 kilowattos napelempark is, amely biztosítja a rendszerben lévő szivattyútelep áramellátását. A létesítmények működtetéséhez helyi védelmi központra is szükség van, így a projekt keretében Tiszakóródon új gátőrház, Tiszabecsen pedig árvízvédelmi raktár épül. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk új adással. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!